Kedves vendégeink, jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Immár pár hete volt csupán, hogy megnyitottuk Nagy Kálmán kiállítását a 65. születésnapja alkalmából, és most már annyira múlik az idő, az ünnepélyes zárásán vannak Önök jelen, a finiszázson. Ennek az apropója az, hogy egy sokoldalas kötetet is megjelentett a művész, melynek szerkesztője saját maga, tehát teljesen az ő koncepciója alapján jött létre ez a könyv, és végre elmondhatjuk, hogy megjelent Nagy Kálmán 65 éves jubileumának albuma, amelyet most mutatnák itt be Önöknek, és ezt követően pedig meg is vásárolhatják a kötetet az információban. Én tudom, hogy hónapokig dolgozott rajta Kálmán és kollégája, körülbelül 7 hónapig, hogyha jól emlékszem rá. Úgyhogy nagyon sok munka van benne, de remélem, hogy tetszeni fog Önöknek. Dr. Kostyán László művészettörténészt, a Göcsény Múzeum igazgatóját kértük fel arra, hogy mutassak be Önöknek a kötetet. Akkor fel is kérem, Lacit, hogy mondja el gondolatait erről a könyvről. Köszönöm szépen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Elnézést kérek, hogyha ülve maradok, de azt gondolom, hogy könyvbemutató az egy ilyen demokratikusabb műfaj, amikor kicsit ilyen beszélgetés jelleggel, bár elsősorban én fogok beszélgetni a könyvvel, másodszorban talán Kálmánnal, Gusztival, harmadsorban meg természetesen el magammal. Nagyon jó érzés és ünnep, amikor egy zalai művész kiadványát, és pláne, hogy egy valódi keménytámlás kötetet foghatunk kézbe. Pár héttel ezelőtt Nagy Kanizsán Járási Ildikónak a kötet bemutatóján ugyanúgy ezt hangsúlyoztam, hogy ez igazi öröm ünnep. És most is ezt mondom Gusztinak, Nagy Kálmánnak, aki nem ismerné ezt a nevét, ha Gusztit mondok, akkor mi elég régen ismerjük már egymást, úgyhogy nekem Guszti Kálmán. Tehát Gusztinak még nem volt ilyen szép és nagy kötete. És hát nagyon sok minden olvasható ebben a kötetben, ma mindjárt elmondom, hogy mi minden van benne. És nagyon sok mindent felidézett bennem, hiszen olyan dolgokat is említ, felhoz, amik ugye az ember tudatalattiának a szintjére esőjettek már, de most úgy előkerültek. Például az, hogy mi annak idején 1985-ben egy évben kerültünk Zalaegerszegre, csak más irányból. Hogy aztán 2 évvel később együtt voltunk alapító tagjai a Zalaart Egyesületnek. És hát, hogy aztán én nyitottam meg Gusztinak az első kiállítását Rédicsen a Hetési Csárdába, és hogy ez mennyire sikeres akció volt. Számomra egy kicsit furcsa volt, hogy egy ilyen, mondjuk így, hogy galéria jelleg felé elmozduló műintézmény, mint a Hetési Csárda, az kiállítás rendezett, de ez egy nagyon jó akció volt, és rengetegen voltak, ahogy emlékszem. Ez valamikor a 89-ben volt, ha jól emlékszem. És hát aztán még más történetek is vannak, majd idézek föl még egyet vagy kettőt, ami érdekes. De nézzük meg ezt a könyvet. Hát ugye az az első, hogy egy kemény táblás, szép kivitelű könyv, színes borítóval, és hát annyi van rajta, hogy Nagy Kálmán. Az nincs rajta, hogy Huszti, ezt én árultam Önöknek. A kötetről annyit, hogy a formátuma az közel négyzet alakú, ami rendkívül praktikus, hiszen Kálmánnak a könyvei képei hol álló, hol fekvő formátumok, és ez a négyzethez közelítő
lemértem, 287x234 mm. Ez a méret, ez abszolút megfelel ennek, ezeknek a képeknek a bemutatásához. Mert hát a sok szöveg mellett természetesen az igazi hangsúly azért a képeken van. Matt fóliával borított, ahogy ma délután a műhelytitkot megtudtam, ez ugye nincs benne, de 400 példányba került ki nyomtatása a Keresztúri Dezső VMK-nak a kiadásában, és a Göcsei nyomda volt, ahol a nyomdai munkák készültek. A szerkesztője és a fotóknak a készítése és készítője is maga a művész, a nyomdai előkészítés, számítógépes szerkesztés pedig Lukács Zoltánnak a munkája. A fő támogatókat szeretném itt felsorolni, köszönet nekik, Zalaegerszeg megyei jogú város önkormányzata, Zalaegerszeg megyei jogú város polgármester, a Nemzeti Kulturális Alap és a Zalaegerszeg kultúrájáért közalapítvány. Ezen kívül még számos támogató volt, elnézést kérek, nyilván sokan jelen vannak közülük, nem fogom most mindent felsorolni. A kötetben több tanulmány vagy kisebb írás szerepel, a bevezető tanulmány Tóth Csaba festőművész és művészeti író, kedves barátom írta, aki pár hete a kiállítást is megnyitotta. És hát Csabának egy nagyon érdekes bevezetője van, számomra is új információkat tartalmazott Gusztinak a gyermekkoráról, amiket én se tudtam, majd elolvassák a kötetben, hogyha érdekli önöket. Ez egy nehéz vonása, vonulata, nehéz vonatkozása az ott leírtak Kálmán életének. Csaba tanulmánya után többnyire rövidebb írások vannak, amelyek végigkísérik Gusztinak a művészi pályáját, különböző szerzőktől, újságíróktól, művészettörténészektől, művészeti íróktól. Van, akitől több is. Huyber Katalintól, Huyber Katitól, bizonyára majdnem mindenki emlékszik rá, bár én már nagyon régen nem hallottam. Katiról két írása is van, Katinak, Magyar Hajnalkának négy írása van, Gusztinak különböző kiállításairól. És aztán van egy írása Boncz Jiminek, Boncz Barnabásnak, és egy másik Sárkány Józsefnek, ugye a zalaegerszegi származású pécsi művészettörténész kolléga. Érdekesség, hogy ők ketten, Boncz Jimi és Sárkány Józsi sajnos már nincsenek közöttünk. És talán a véletlen műve, talán nem, ezen gondolkozom, hogy ez a két írás van benne a kötetben angol változatban is. Furcsa összjátéka a dolgoknak. Nem tudom, egyébként majd lehet, hogy Gusti megerősít abban, hogy ez pusztán véletlen, vagy lehet, hogy valami rejlik-e mögötte. Két kis írás van itt a mikrofontartó emberkétől is. Egy írás Kovács Zita kolléganőtől, aki a Bajai Múzeumnak az igazgatója, szintén művészettörténész. Egy írás van Mozsár Esztertől. És van egy hosszabb interjú Gusztival, Pernai Ágnessel. És ez számomra érdekes volt, amit olvastam, és itt szeretnék egy másik közös élményünkre visszatérni. Amit én is említettem itt az egyik írásban, sőt talán mind a kettőben is röviden, és ebben az interjúban elhangzott ugyanennek a másik oldala, ugyanennek a történetnek, és ez mindig érdekes egy történész, egy művészettörténész számára, amikor ugyanannak a több évtizedes történésnek oral history jelleggel különböző megközelítéseit vagy különböző változatait hallja. Ez a történet, ez 1991-ben történt, zajlódott, amikor zalai művészeknek Ausztriában, Szent Pöltenben volt
közös kiállítása. És hát ez egy komoly nagy kiállítás volt, ahol annak idején még a műveket úgy lehetett kivinni külföldre, hogy szigorú vámpapírral, ez a bizonyos HTA Carné vám igazolással szigorúan arra köteleztek, hogy mindent vissza kell hozni. És hát ezzel mentünk ki, aztán kint kinek az alkotásait vették meg Szentpöltenbe, mint a Gusztiét, mind a hármat, amit kivittünk. És akkor ugye most mi a csodát csináljunk, vagy azt mondom Gusztinak, hogy figyelj, nem tudtuk, megvették volna, de nem tudtuk eladni, akkor szétrúgja a fenekem, ez az ilyen behemes ember. Vagy azt mondom, hogy hát eladtuk, akkor meg a vámos rúgja szét a fenekem. Úgyhogy most itt át kellett, bocsánat a vulgaritásért. Úgyhogy valami áthidaló megoldást kellett találni. Hazatelefonáltunk és üzentem Gusztinak, hogy hát gáz van, aminek van jó oldala is. És akkor azt mondta, hogy megoldja. Beült az autóba, és szépen berakott a csomagtartóba három faros lemeznek némi festéket, és átjött egész Heiligen Kreuzig a határ túlsó oldalára. És ott a parkolóba festett három képet az eladott három kép helyett. Miután a vámosok csak leszámolták, hogy megvan-e darabra. Fogalmuk se volt, ugyan elvileg képek is voltak melléjük, de hát be voltak csomagolva a képek, hát a vámos se volt annyira ügybuzgó, hogy minden egyes képet kibontson és összehasonlítsa. Darab-darab, meg volt, jó van, hazajöttünk. És a Guszti azt is leírja, hogy a pénzt, amit azonnal odaadtam, hogy hozta haza, de ezt kérdezzék meg, hogy melyik intim ruhadarabjában itt a határát. Nem. Másikba. Szóval voltak ilyen közös élményeink, és hát ennek az interjúnak többek között ez az egyik érdekes vonatkozása, de több más érdekes vonatkozása is van. Többek között itt derül ki számomra, hogy az a másik szerző, akinek az írása megjelenik, Gál Zoltán, művelődés történész, Gusztinak az első zenetanára volt, aki tulajdonképpen a művészetek felé őt, hát hogy úgy mondjam, orientálta, nem a festészet felé elsősorban, hanem a zene felé, de ahogy olvastam az írását és Gusztinak a véleményét róla, azt gondolom, hogy egy olyan kultúrszerető ember volt, Pilinszky díjas művelődés történész, aki általában a kultúra és a művészet szeretetét sugározhatta magából, gondolom így van. És hát van egy kis novellaszerű írás magától a művésztől, Führeliz címmel, ami egy önéletrajzi jellegű kis írás, és éppen az ő muzikalitásának az egyik gyökerét világítja meg egy gyermekkori élménynek a keretében. És a végén egy életrajz, három idézettel, három művészettörténésztől, és a legfőbb kiállítási részvételekkel, illetve az életrajznak, a művészpályának a legfontosabb dátumaival. És persze sok-sok kép, festmény és fényképek, hiszen Guszti nem csak fest, hanem fotózik is, és a kettőt ötvözi is. A fotografika, mondjuk így, hogy hibrid műfaj, nem akartam azt mondani, hogy összvér, mert az maradjunk annál, hogy a hibrid technikát dolgozta ki. Ez egy érdekes dolog számomra, mert manapság az emberek többsége, művészek többsége, aki ilyen radja a fejét, a számítógépen csinálja. Most Guszti hangsúlyozza, hogy ő nem a számítógépes tudor, mint ahogy a generációnkból elég sokan vagyunk, akik ilyen szinten
még nem számítógépes tudorok. Úgyhogy ő ezt teljesen technikai módon a saját műtermében csinálja és játszál, és az miután nem mondjuk így, hogy digitális keverés, hanem valóságos, mondjuk ráteszi a festményére a klarinétját, vagy ráteszi a festményére ráteszi egy szép nagy kagylót, és úgy fotózza ki a festménynek az adott részletét, teljesen új kompozíciót hoz létre ezzel. Tehát ez a fotografikának a lényege. A fényképeket, illetve elsősorban nem is a fényképeket, a festményeket tekintve mondhatjuk így, hogy az utolsó időszaknak, az utóbbi éveknek a termése látható benne, néhány kivételt eltekintve, hiszen van egy-két olyan korábbi kép, amiről úgy gondolta, hogy hát ez igazán hangsúlyos és igazán fontos, de elsősorban is az utóbbi időszaknak a termése látható benne. Nagyjából ugyanannak az időszakének, amelyik itt mögöttünk a kiállító teremben is megtekinthető. Bár nem teljes az átfedés, tehát nem a mostani kiállításnak, úgymond a katalógusáról van szó, de jó néhány alkotás megtalálható benne a kiállításból is. Én azt gondolom, hogy egy olyan kiadvány született, amit jó kézbe venni, jó elolvasni. Számomra élvezetes volt, ahogy végigolvastam, és ahogy az elmúlt évtizedekben született írásokból kibontakozik tulajdonképpen egy interpretációs sor is, hiszen azért ezeknek a festményeknek a befogadása, megértése, feldolgozása az abban nagyon sokat segít egy ilyen leírt interpretációs sor. Számomra nagyon érdekes és izgalmas volt. Azt gondolom, hogy ez egy jó összeállítás, és verbálisan is megmutatja azt a folyamatot, azt az évet. Sokszor nagyon sok küszködéssel, kínnal, keserrel, de örömökkel is jellemezhető évet, amelyet Kálmán maga mögött tudhat. Mindegyiküknek, mindenkinek ajánlom sok szeretettel a figyelmébe ezt a könyvet, és kívánom, hogy hozzám hasonló élvezettel és örömmel olvasgassák. A Kusztinak meggratulálok szeretettel hozzá. Szeretnél valamit mondani, vagy inkább zenész? Nem, két számot még ők játszanak, és majd utána ülök a lőn. Jó. Akkor, mint többet voltak itt a kiállítás megnyitón is, és ott is nagy sikert aratott a Borsos Miklós és Hegyi Monik duója, illetve kiegészülve már Nagy Kálmánnal a trió. Most úgy készültek, hogy egy kisebb koncertet fognak adni önöknek. Tehát most két számot ketten játszanak, és utána pedig Nagy Kálmán is csatlakozik hozzájuk. Nézd, repülök, kitárt lélekkel felé. Nézd, repülök, hogy te is megnyilva légy, hiszen ki megnyírik, megnyilvánom, alóparaiból kilép, szárnyaink összefogózva, és miénk az ég. Ó, nézd, repülök, kitárt lélekkel felé. Ó, nézd, repülök, hogy te is megnyilva légy, hiszen ki megnyílik, megnyilvánul, alókoraiból kilép, szárnyaink összefogózva, és miénk az ég. Nézd rám, testem áruhám, a lelkem átszivárok, túragyog, vérelek hálózatán.
Nézd rám, testem áruhám, szememen túl meglátsz, csak figyelj jó rám. Belesült a konvedetbe, miket magam sem ismerek, az elszalasztott ölelések nélkül nem élő kísértetek. Belesült a konvedetbe, felolvad a jég, körülhet a világ, és rángol az ég. Nézd rám, ruhákon itt vagyok, őszintén és tisztán, mint a csillagok. Nézd rám, lelkem hívogat, egyé olvadva átívelhetünk évszázadokat. Felsőt a konvezetnek, miket magam se ismer, az elszalasztott ölelések még bennem élő kísértetek. Balassi vers, amit ugyanakkor, hogy megkelt veli Céliát kezdetű, amit a Szélkiáltó együttes zenésített meg, és Guszti nagy kedvence, hiszen a pécsi mondjuk így, hogy művészeti életből nagyon mély gyökerei vannak. Két szemem világa, életem csillaga, szívem szerelmem lelkem. Kinek módján ne vinsz alá szép termetén, jut eszembe, mint nekem. Régi nagy szerelmem, kilő nagy keservem, így szerelmel engem. Régi nagy szerelmem, kilő nagy keservem, így szerelmed bel engem. Én ezárva éltem el. Ki csak te rajtad ás, nálad nélkül halál, csak tőled vár kegyelmet. Hogyha utálod, azt ki téged néz, virraszt, s magánál inkább szeret. Hogyha utálod, azt ki téged néz, virraszt, s magánál inkább szeret. Harmaton, hogy nap felkél, zen szép madár szózat, vígan sétásokat, reggel, hogy elmúlt éjfél. Újul zöld okor is, de nekem akkor is gondom csak merő veszély. Újul zöld okor is, de nekem akkor is gondom csak merő veszély.
Hát csak egy mondatot fűznék a Miki bevezetőjéhez, hogy a Szélkiáltó együttes Pécsen szinte együtt nőttem föl velük, és hát igazából úgy kezdtem el gitározni, hogy néztem. És szembenézni azért, és senki nem mutatta, hogy így, csak így figyeltem, és éjjel mentem Hosókonyhába, és akkor kínoztam az ujjaimat jobbra-balra, és gyakorlatilag az ő számaikat lestem el, és így kezdődött. Szól ez a mikrofon? Akkor a következő, egy-kettő szól. Nagyon bocsánat. Picit közelebb teszem, és akkor sokkal jobb lesz. Sokkal jobb lehet, hogy nem kell. De most már dolgozhatunk. Á, nem biztos. Jelentősége van, tudod, mint a jelentősége. Tudod, hogy miért? Meggyőztél. Jó. Így jó? Igen, ezzel a számmal fogunk fellépni. Ez mikrofon, mikrofon beállítás. Közönség sikerül. Akkor a most következő szám szintén egy Szélkiáltó szám, amit a legkedvesebb barátom, Fenyvesi Béla, az együttes oszlopos tagja, szerzett. És egy József Attila versről van szó, a Gyöngy című vers. Egy Ady Endre vers lesz, szintén Szélkiáltó, a címe Imádság háború után. Magammal, hiszen te vagy a végem.
Higíts ki magad, tarts magammal, hiszen te vagy a véget. Itt van a megkorom, érni tázolt a vérben. Érdem nincs nekem lábam, csak érdem van, csak érdem. Két uram nincs nekem Székjártó, az a címe, hogy Kakas huszárok.
Szintén egy vers, Buda Ferenc verse, és ez azért fogott meg, mert Postál Laci szavaival élve, mint a rólam szólt volna, hogy rólam én is megragadtam. Fogadni könnyű, világra jöttem, sohogunk és egy között születtem. Előtte mégis, mint más dologra, apám a kapás, anyám a gondra. Csináltam ezt, azt, így úgy megéltem, parasztnyi voltam, el nem cserélem. Mi volt, mi nem lett, eddig mindegy már, előtte mének enyém a leltár. Valami mégis megszakadt félben, egy évig egyszer játszani kéne. Csücsülni pajlós cseresznye ágon. Lennék kisgyermek, maszatos magzat, álmomban raknék kardokból gazlat. Édesem hallott, te kis esendő, orcát a sápad, síró kis kendő. Játszani kellene, elég a vasból, csördül a tábor, ezüstös kostor, teteje ezüst, arany az alja, gurul a szívünk, tétiker alma. Játszani gyerünk, játszani jól van, kis kacsa fürdik, fekete tóban. Nem megy a játék, kezemben vassúj, zuhány.
csobogó véremberése lassulj. Fekszem zörgő vasányban, álmatlan arcon simulj ki gyűrés, fújjunkat te már felsirító fűrész. Sátoros sötétség, jó álom jöjj el, kájhánkat fűtsed, kívántal gyöngyel. Szerintem Fenyvesi Béla barátomnak a saját szerzeménye, de ezt szerintem 40 éve nem énekeltem senkinek, és most próbáltuk egy kicsit eleveníteni, remélem, hogy nem fogom elrontani. József Attila gyermekké tette. Sok emberi kiérzik.
mindig. Kinek szeméből mi is könyv ered? Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén. Van egy huncut dalunk, amit a megnyitón is játszottunk, és gondoltuk, hogyha... Mert az egy szép dal, azt nagyon szívesen eljátszuk, hogyha a legvége. Mindenki hallotta, aki itt volt. Ja, aki nem volt itt, jó, akkor neked játszott. Igen, ez az. Csillának járt fel. Feltétlenül. Akkor ez egy angol szám, amerikai szám lesz, bocsánat. John Mayer, 10 years ago. Oh, 10 years ago, on a cold dark night, someone was killed. Nobody knows but me.
Sometimes when they call me mom, she cries on my bone. She cries on my bone. She moves this hill in a long black way. Who visits my grave when the night brings in? Köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok! És hát érdemes megnézni a kötetet, mert nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak benne, csak hogy úgy lássuk el. Igen, én is köszönöm szépen, hogy eljöttek a könyvbemutatóra. Persze még mosonája van, moson az ismerkedés a könyvekkel, amelyet valószínű, hogy művész úr itt dedikálni is fog önöknek, az információban lehet megtekinteni és megvásárolni a könyvet. És még meg lehet tekinteni a kiállítást is, azt követően pedig várjuk önöket a büfé asztalhoz. Köszönöm szépen!